Claire megpróbált utat találni hozzám, de minden kísérletére ingerültséggel válaszoltam. Csak sokkal később értettem meg, hogy mennyi kérdés és kérés veszett el benne. A vágy, hogy megismerjen és hogy megmutathassa magát nekem. Évek teltek el, hogy akár csak egy szavam is lett volna hozzá, csak ültem merev háttal és egyre vaksibb szemmel a könyvet böngészve. Halálom könnyű volt és békés. Éreztem, hogy a lelkem kiszáll elhasznált testemből. Láttam se színű arcomat a magasból. Így a dolgok szó szerint más perspektívából mutatták meg magukat. Fájóan későn, de rájöttem végül, hogy életem legnagyobb ajándéka nem a könyv volt, dehogy is. Claire volt az a gyermekeim, Mary anyó és a falubéliek. Mert igen, ez volt az én falu, még ha ezerszer megtagadtam is magamban. Ez volt az én életem, ami nem ért véget 5 éves koromban. Ők voltak az én szeretteim, legnagyobb kincseim. Halálommal a lehetőség, hogy szeretetet adjak nekik, ebben az életben már örökre elveszett. Ennek a keserű felismerésnek a fájdalma olyan mélyen belém égett, hogy nem lesz többé már olyan testetöltésem, amiben ne emlékeznék arra, hogy az igazi értéket a szeretetben és az emberi kapcsolatokban lelem. Ez egy azért nagyon fontos történet nekem, mert nekem is van egy hasonló. És hogy nem a körülményekben hasonló, hanem az érzetekben, az életben és a halál után egyaránt. Ott abban a másik történetben a gőgös elzárkózás mellé párosult egy féltékenység egyrészt, másrészt pedig egy kisebb rendűségi érzés, és ennek a vége egy szinte teljes bezárkózás lett. És ez a halál utáni felismerésnek a fájdalma, az, ami ebben a történetben is van, abban a másik történetben is leírhatatlan vagy elmondhatatlan szavakkal, hogy elveszett a lehetőség, hogy kimutassam a szeretetemet. És ebben a másik történetben a főszereplő az anyukám, vagyis aki most az édesanyám. Úgyhogy emiatt ez a rész nekem nagyon sokat adott.